A Határtalanul programban már mintegy 400 ezer magyarországi és külhoni gyermek vett részt az elmúlt közel egy évtizedben. Hangzott el azon a tájékoztatón, melynek egyik állomása Paks volt. Helyi általános és középiskolások, valamint tanárai kaptak lehetőséget az információszerzésre. Azért is csináljuk ezt az országos körutat, tájékoztató körutat, hogy minél többen tudjanak pályázni, illetve a szervezőket, tanárokat tudjuk megszólítani még inkább ezzel a roadshow-val. Itt Tolna megyében már második alkalommal rendezzük ezt meg. Tolna megyében több mint 2000 diák vesz részt a programban, és közel 600 határon túli fiatal járt megyénkben. A nemzeti összetartozás 100 éves évfordulója kapcsán is nagy hangsúlyt kap idén a program, véli Paks polgármestere, aki elmondta, Paks több határon túli magyar lakta testvértelepüléssel ápol kapcsolatokat. Ezek jó része is a fiatalokról szól, hiszen ők azok a generáció, amelyekre számíthatunk majd a későbbiekben is, hogy nyilván ápolják majd ezeket a kapcsolatokat. Az atomerőmű beruházás kapcsán a szakképzést is be tudják vonni a programba. Keressük azokat a kapcsolatokat, amivel a külföldön élő, a szomszédos országban élő magyar munkavállalókat ide tudnánk csábítani a Paksi atomerőmű bővítésére, ugye a Paks 2-es projektbe. Mintegy 100-105 ezer diák utaztatására lesz lehetőség ebben a tanévben, akik az állam támogatásával osztálykirándulásokon vehetnek részt a szomszédos országok magyar lakta területein.